So, it continues, but where did it start? Independent artists, sportsmen outside the law, the colorful culture of the city has become a platform for a variety of forms of self-expression. A human thought, visuals, beats and melodies, the sculpting of scents and materials to unique shapes can all express a human emotion. But what happens if someone chooses to express themselves through numbers? In the 1980s, something changed the world forever. Computer technology, mostly due to the appearance of affordable Commodore 64s, entered households worldwide, providing the opportunity for everyone to create digital art. But existing art forms weren't the only ones to be re-implemented on these computers. Brand new forms of art also appeared, once thought to be impossible up to that point. Computers provided an opportunity for the creator to produce visuals and sound effects and combine them to create the ultimate audiovisual experience by using only the language of mathematics and writing program code without physical interaction. As a result of such techniques, demos were born, and with them, the demos in subculture. A demo can best be understood as a spectacular animated music video, which is usually a few minutes long, and yet it's something entirely different from a traditional video. Se nem videó, se nem audio file. Ez egy futtatható program. Igen, tehát ez egy program. Igen. Ez egy olyan program, mint bármi, egy játékprogram például. People who play video games may be familiar with the term demo. This software, however, should not be confused with the artworks demos in our scope demos. Van a játék demo. A játék demo az egy ilyen promóciós verziója egy játéknak, amiben benne van két pálya, teszem azt, és nem 200. Egy demoszín demo az egy művészeti alkotás, és semmi köze nincsen a játék demókhoz. Demo.
They do have one thing in common though. Demos are made using the same techniques as video games, the same skills are needed to create them, and they both end up as executable programs. Of course, there are many differences along the way. If you're making a game professionally, or if you're making a game even for you and your friends, there's a set thing that you have to follow. With the demo scene, you can pretty much break all that. Sir Garbage Truck, American coder, organizer, who has moved to Europe, has a self-admitted problem with finishing demos. You can either do abstract, you can have a plan. There are so many different things, and the creativity involved and just being able, the freedom involved in doing whatever the heck you want to. A demo színben az ember találkozhat olyan problémákkal, ami egy kicsit megmozgatja a programozó fantáziáját, hogy mit hogyan lehet egyszerűbben, kisebb méretben, hatékonyabban megoldani. Egy demónak ugye az lenne a célja, hogy a zene és az animáció összhangjával valami olyasmit hozzon létre, ami egy videóklipszerű dolog, amit leülsz, hogy szívesen megnézem. Összeülnek a haverok, van egy programozó köztük, van designer, van grafikus, és akkor van még zenész, csináljunk már valamit, legyen látványos, vagy ne legyen látványos, de örüljünk neki, és akkor mutassuk meg a többieknek is. Tehát ebben ez a lényeg, hogy hobbi, amiben kiélheted magad. A legtöbb ember ezt nem tanulta sehol, sőt szerintem nem hiszem, hogy valaki is tanulta volna ezt, tehát itt mindenki autodidakta módon tanult meg programozni, rajzolni, zenélni. Szóval ilyen szempontból ez egy naív művészet. Önmagában a demószínnek a mai világban csak úgy, mint azon kívül, hogy művészeti, önkifejezési eszköz, így sok értelme valószínűleg nincsen. Boise, coder, member of Conspiracy and Digital Dynamite. His demo Chaos Theory, created in his demo tool Addict, has been shown in the United States at SIGGRAPH, the world's most renowned computer graphics conference. A demókat mindig is szórakozásból csinálták az emberek. Régen meg ugye azért, hogy megmutassák, hogy ide nézd, mit csináltam én ebből a számítógépből. Akkoriban a 90-es években, amikor elkezdtünk ezzel komolyabban foglalkozni, akkor egymás után lepődtünk meg, és ennek főleg a demók az okai, mert olyanokat láttunk a képernyőn, amit azt mondtuk, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Megláttuk és így eldobtuk az agyunkat, hogy úristen, ezt meg lehetett ebben a programban csinálni. This is what really moves us, motivates us to find new and impressive way of rendering graphics. The similarities don't end there. The birth and eventual popularity of the demo scene can be largely attributed to the appearance of computer games, the removal of their copy protection and their subsequent distribution. Amikor elkezdték az emberek így feltörni a játékokat, mint C64-en 20 éve, 25 éve, most lassan 30, akkor hogyha valaki feltörte a játékot, akkor örült neki, hogy feltörte, és így beírta a nevét a játékba valahol, mint a high score listába, vagy mit tudom én, átírt egy kis képet, és akkor ott volt a neve. Aztán kitalálták, hogy tök jó, mi van, hogyha elérakok a játék elé valamit. Mit tudom én, egy képet. Aztán aláírt egy kis szöveget, ez így scrollozott össze-vissza, elkezdtek ilyen greetingeket írni bele, egyre komplikáltabbak lettek. Ez kezd olyan lenni nekem, mint a graffiti világa. Igen, ez nagyon-nagyon hasonlít. Szokták, hogy hát, hallottam már ezt a kifejezést, ez ilyen digitális graffiti a demószín. Gyakorlatilag a feltört játékok elé, aki feltörte, az szeretett odarakni egy ilyen kis, akkor már intro, crack throw-nak hívták. Ez egy kis introduction volt, hogy bemutatta magát a csapat, hogy mi vagyunk a menők, mert mi feltörtük azt a játékot, és ti nem. És akkor persze kialakultak ezek a csapatok, és nem csak a játékok feltörésében indult el a versengés, hanem abban is, hogy ki tud jobb és szebb ilyen intrókat rakni a játékok elé, és eljutott egy idő után arra a pontra, hogy voltak emberek, akik csak azért játszottak a játékkal, hogy előtte megnézik az intrót. Én is többek között ebbe a kategóriába tartoztam, mert tök jó volt a zenéje, szerettem a zenét, tök jó betűkkel írták ki a cuccokat, meg így tényleg így elképesztő dolgokat műveltek, és sokszor technológiailag jobb dolgokat műveltek, mint a játék, amit feltörtek.
aztán eljött az a pont, amikor akik ezzel foglalkoztak, annyira megszerették ezt az egészet művelni, azt mondták, hogy nem kell nekünk a játék, amit feltörjük, csináljuk magában. És ebben a pillanatban megszületett a demószín. Valakinek számítógépe volt, akkor az már önmagában egy ilyen elit dolog volt, és akkor kellett azok az emberekkel találkozni, akiknek szintén számítógépe volt, és akkor az volt az élmény, hogy valamit azzal a számítógépet csinálni, nem csak játszani. És akkor emiatt tudott ez az egész demószín alakulni. Slice Pie, musician, graphics artist, member of United Force, has quite possibly written more music than any other Hungarian singer, and has recently gained popularity outside Hungary after he started making his own demos and animations. Mi a Csokiban ismerkedtünk össze, a Csokoni Művelődési Ház. Ugye az volt a nagy ilyen a hazai számítástechnikai élet középpontja, a hétvégi klubok, csoki klubok. Ott láttam még C64-en először demókat, és akkor rögtön nagyon megtetszett ez az egész dolog, és akkor először, jó sok évig először csak érdekelt a téma, aztán ugye ott alakultak ki a csapatok, és akkor így szépen belefolytam, meg belefolyt mindenki, aki ezzel foglalkozik hasonló módon. In the last 30 years, the demo scene having evolved from cracktros, as well as computer science itself, has gone through radical changes. Over time, the tools, the limits and the purpose have all changed. Régen az volt a cél, hogy ugye a kódolásról szólt ez az egész, hogy minél jobban kihasználni az adott szűk, korlátos gépnek a lehetőségeit, tehát egy 8 bites C64-et vagy egy Amigát. Anno, ilyen nagyon az volt, hogy na megmutatjuk, hogy mi vagyunk olyanik, mikor ilyen világrekord mérhető volt, Commodore 64, mindegyik gép ugyanolyan teljesítmény volt, és akkor ilyen világrekordokra mentek, hogy igen, én tudom a legtöbb színuszosan mozgó pontot kirakni, vagy én tudom a legtöbb hullámzó, ilyen scrollozódó feliratot. Valaki kirakott 250 pöttyöt, de a szomszéd Pisti kirakott 253-at, akkor onnantól kezdve megint ment egy ilyen 48 órás kaffein maraton, hogy na akkor hogy lehet 257-et kirakni. Most meg ugye már a korlátok azért nagyon kitolódtak, inkább a dizájnról szólt, tehát inkább most már a művészi oldalba próbálnak egyénibek lenni a demók, de még mindig az a demó nyeri a legnagyobb elismerést, ami kód oldalról is, tehát a lehetőségek kihasználásának oldaláról is, és művészi szempontból is nagyon kiemelkedő. A lényeg az, hogy egy olyan produktumot prezentálja a végén, amitől összefogják magukat az emberek. Of course, this is the easiest to achieve when the audience knows the limitations of that given computer and is aware of the technical possibilities. Naive observers may not be astonished by a rotating cube, even though perhaps even the engineers creating the computer wouldn't have thought that to be possible on the system in question. As limitations expanded, it has become possible to create spectacular demos that can be enjoyed without a particular technical knowledge. This can also be attributed to a change in artistic perspective. Mostanában ugye jobban szétoszlik az, hogy kialakul az, hogy egy demónak, intrónak van egy ilyen producere, vagy rendezője, akinek az fejében így megvan, hogy minek kell nagyjából a végső képnek lennie, és ő így próbálja lemenedzselni azt, hogy kinek mit kell csinálnia. A rendező. A rendező, igen. Vannak olyan demók, amik tényleg csak arról szólnak, hogy a technológiát megmutassa, hogy csináltam egy új effektet, és fú, de jó. Vannak olyanok, amik annyira nem tartalmaznak új technikát, viszont baromi jól néznek ki, és ez csak arról szól, hogy most ez milyen jól néz ki, és vannak ilyen hát különféle olyan demók, amik valamilyen, hát igen, valamilyen üzenetet próbálnak mondani. On Tuesday, I realized that I help people sell other people's stuff they don't really need. This happened during lunch. Most már nagyon-nagyon kevés olyan demót tudunk értékelni, amiben csak egy, mit tudom én, forgókocka, jól kinéző 3D-s, szóval még akkor is, ha jól néz ki, ha nincs mögött egy ilyen gerinc, akkor most már így nehezebben értékeljük. Gargoy. Coder, musician, member of Conspiracy and Umlaut Design, main organizer of the Function Demo Party, actively takes part in a variety of foreign events. A part of the thing that the United States doesn't often see about the demo scene is how social it is. It's a very social thing.
The small community of the scene itself is as important to keep the creation process alive as the artists themselves. The communal event of the subculture itself is called the Demo Party, a computer-related event where fans of the scene compare their skills, exchange experiences and ideas, and socialize. Productions are entered in a variety of categories, and ultimately they are subjected to a final audience vote. In essence, these parties keep the demo scene running. Úgy nagyon kevesen csinálnak valamit, hogy csak úgy, és akkor majd felrakjuk valami internetes oldalra, és eljut a többiekhez, hanem mindig az a terv, hogy egy partin a versenyre, a kompóra beadjuk, és akkor megnézzük, ha nagy hangerő, nagy vásznon, és akkor örül a közönség, vagy nem örül neki, de az a cél, hogy mindenképp valamilyen hatást váltson ki. We are a bunch of opinionated people who like to see people make things. Az, hogy nagy képernyőn lássad a művedet, és 200-an nézzék, és utána megtapsolják, onnan nincs jobb érzés. Galaxy M12. Some people like to release demos to for the challenge of beating other teams. Some people enjoy just competing. Some people enjoy going to the competitions and entering something that they know other people are going to hate. The roots of demo parties reach back to the 80s, and their existence can also be owed to illegally cracked and distributed games. Ezek a party keretileg copy partik voltak, tehát ott másolni jöttek össze az emberek, a legújabb... Lehetett még lopni, meg minden? Lehetett, persze, csak ugye még nem volt internet, hanem kénytelen a legegyszerűbb módszer a posta után az volt, hogy átmentél a szomszéd Józsikához, és átmásoltad a flopit. És ugye 40 darab szomszéd Józsika volt, akkor kibéreltetek egy műfázat. Összejöttek, másoltak, és hát előbb-utóbb megjelent maga a demózás is a partikon, mert voltak olyan emberek, akik azzal foglalkoztak, hogy kifejezetten ilyen intrókat írtak. Magyarországon most jelenleg egy darab parti valamilyen széleskörű, tehát hogy PC-s, tehát meg van egy 8 bites parti. Hát itt azért a komolyabb, nagyon komoly díjazásról nem lehet beszélni, tehát itt inkább a nem tudom, erkölcsi siker, vagy nem. Tehát az élményről szól a dolog. Function is currently the biggest Hungarian multi-platform demo scene party, hosting 150 to 200 enthusiasts annually since 2003. About a quarter of them participate in the competitions as well. A kemény mag az mindig egy olyan, nem tudom, hát 100-200 fő lehetett, akik úgy komolyan, és hát ez a mai napra egészen összeszűkült erre a 50-60 emberre. Tehát mi már tényleg mind ismerjük azért így egymást. Mit vártok el egy ilyen partitól? Amikor megcsináljátok, akkor az a lényeg, hogy a legjobb demók jöjjenek? Vagy hogy együtt maradjon a társaság? Van célja ennek, vagy csak legyen? Minél több ember jöjjön, minél jobban érezzék magukat, és minél jobb produktumok szülessenek. És nem tudnék sorrendet felállítani ezek között, hogy ezekből melyik. Azt tudom, hogy amikor vége a partinak, és így körülnéz az ember azokon, mit tudom én, 100-150-200 emberen, aki eljött, magyar viszonylatban általában ez annyi, akkor így zsigerből tudja, hogy majd jövőre is kell csinálni egyet, mert kell, pont. Nem tudom elmagyarázni, hogy miért. Ez egyszerűen annyi, hogy sok boldog embert látsz. Hogy most azért boldog, mert jók voltak a demók, és olyat látott, mint még soha. Vagy azért, mert a mellette ülővel, mit tudom én, életében először beszélt, de már, mit tudom én, cseréltek egy forrást, és így fú, hát most kapott egy soft szintit, és akkor azzal majd tud valamit kezdeni. Vagy egyszerűen csak azért, mert van az a légkör, amikor egyszer csak azt mondták, hogy na, akkor gyerekek, kezdődik a verseny, és összes fény lekapcsol, és megjelenik az első entry, és attól így kirázta a hideg. Nálam ez már mindegyik, amikor partikra jártam, mindegyik egyszer legalább beütött, és nem tudnám eldönteni, hogy melyik miatt. Egyszerűen csak azt tudtam, nekem az első partimra, hogy visszajöttem, és tudtam, hogy hát akkor erről ennyit, innentől kezdve végem van, tehát így ezekre járni kell, pont. Szóval azon gondolkoztam, hogy mennyire éri meg partit csinálni. Tehát igazából nem szponzoráltatjátok, nincs egy termék, ami eladható lenne, vagy ilyesmi, tehát gyakorlatilag a szórakozásért éri meg kvázi, meg a találkozásért éri meg partit szervezni. Pénzügyileg nyilván nem éri meg. Nincs állami támogatásra, mert nem számítunk kultúrának, nem számítunk művészetnek. Egyszerűen
nem is azért csináljuk, mert megéri-e vagy sem. Tehát így az ember néha belemegy olyanokba, amiről tudja, hogy nem éri meg, de azért kell csinálnia, mert így, mert csinálnia kell. Tök sok visszatérő külföldi vendég van, tehát nem azért jön, mert hogy nézzük meg, hol van Bukarest, hanem hogy tényleg volt már itt, és jól érezte magát. Arles, a small town in southern France, not far from Marseille. It's popular among visitors due to its authentic Mediterranean old town. But in October, people are attracted for a different reason. In recent years, Arles hosted one of France's best known parties, Maine, partly organized by Hungarians. Szerveztünk partit Magyarországon, és a második és harmadik alkalommal az itteniek követték a eseményeket a netes közvetítésbe, és meghívtak, hogy menjünk szervezni. Pasi, coder, organizer, member of Fresh Mindworks and Rebels, has quite possibly coded more demos than any other Hungarian singer, technical lead organizer of the main party in France. Először eljöttem egy megbeszélésre, és akkor utána összehoztuk, hogy akkor először csak úgy volt, hogy én jövök, aztán szereztem a csapatot, és mégis úgy lett, hogy az egész technikai lebonyolítást magyarok csinálják. A francia szervezők inkább a pénzügyi, a politikai, meg a barátkozás kapcsolatok ilyenbe jók. There are many similarities between Hungarian and foreign parties, but there are plenty of differences as well, not necessarily limited to the giant display mounted on the roof of the party hall, which incidentally provides a competition platform for a variety of productions as well. Tulajdonképpen Magyarországon egy partinak az összköltségvetése az annyi, mint ami itt jut 2-3 emberre, tehát sokkal-sokkal több. Egyrészt az egyesület vezetői nagyon ügyesek szponzorvadászatban, van nagyon profik, meg itt Franciaországban a művészetre többet adnak, hogy az bármilyen művészet, azt pátolják. The demo scene is one of the few forms of art where the artists are all part of one collective. It would be hard to imagine multiple independent communities or outlets of expression, or that someone would create demos while detached from the main community, publishing works in different places. If people stop making parties, demo scene will die, because you need real contact in real life with people you make demos with, and you meet with to talk, even if it's just once, twice a year. You feel the demo scene when you are talking with the people. Már olyan is volt példa, hogy lement a demo, amiben én csináltam a zenét, és akkor valaki oda jött hozzám, hogy hú, te is ezt a hangszert használtad, meg ezt a szintit használtad, mert én is ezt használtam. És ott kialakult egy beszélgetés, és akkor onnantól kezdve meg haverok voltunk. A legnagyobb ellenfeleink általában a legjobb barátaink. Ez büszkén állítható. Parties are of course not only about the competitions, but also about gaining experience and having fun. Aside from technical lectures, the schedules often consist of scene-related live acts or bands, and in several cases, a demo party has become memorable not only because of the demos shown, but because of the actual party itself. Lengyel partiknál simán előfordul az, hogy már az első napon a komplet organizing team nap részeg. Jönnek az emberek partira, és így nem tudják, hogy hol van semmi, mert így finneknél meg inkább az, hogy mindenki ül, nyers vodkát, ding, üvegessével, és akkor egyszer csak oda megy és lepisálja a másiknak a bicikliét. Haláleset még nem volt, ennyit tudok mondani. Haláleset és szülés. Az mindenképpen érdekelne, hogy egy én nekem egy kicsit fiúsan hangzik ez az egész sportág, hogy lányként, tehát mennyire találsz panokat, kvázi, hát fiúkat találsz elsősorban. Persze, szerintem ez egyébként abszolút nem nehéz, de erre mindenkinek megvan a saját kis elmélete, meg is volt főleg annak idején. Amikor én érkeztem, akkor már volt egy pár csaj a demószínen, Európa szerte is, meg Magyarországon is. Érdekes, hogy akkor már volt egy zenész lány is, volt grafikus csajszi is, volt kóder csaj is. Igazából nyilván nagyon sok a látogató is, vagy a barátnő, aki kíséri a párját. Nem tudom, hogy aktivitásban mennyi. Én azért arra tippelnék, hogy aktivitásban még mindig egy ilyen 90-10-es arányt hozunk, nem? Tehát azért, vagy 80-20? Inkább 80-20.
Demos aren't the only things to compete at parties. Other categories include pictures, music, standalone pieces of code, even photos and miscellaneous other productions. They do have one thing in common though. They are mostly finished just before the deadline. Mivel mindenkinek nagyon kevés ideje van demókat csinálni, mindig a legutolsó pillanatra marad, és a utolsó pár nap az már alvás nélkül telik el szinte, és csak a demók készítéséről szól. És ezért látni a legtöbb demón kiforratlanságot, vagy hibákat, vagy jellemzően ilyen kis esetlenséget, mert az utolsó pillanatra rakják össze az emberek, és ez ad egy ilyen elég komoly izgalmat, ami így fönntartja ezt a dolgot. Tehát ez ilyen szempontból ilyen, hát ilyen szellemi extrém sportnak is lehet nevezni. Sometimes it happens that the demo is finishing at the party. Yes, I heard that somebody is finishing the demo. So when someone is finishing a demo, it's not perfect. No, it when I was leaving home, it still crashed at the beginning. There is still a few major flaws to be fixed. Más érzés partira menni, úgyhogy viszel magaddal valamit, amit beadsz, meg más érzés úgy menni, hogy szemlélődsz, mert azért oké. Más érzés úgy partira menni, hogy kénytelen vagy az egész partit azzal tölteni, hogy egy sarokban egy laptopot. Igen, volt rá példa, nem az egész partit, de a fél partit, de egyébként ennek megvan a hangulata. Tehát az, hogy az ember félreül, gyártja még ott helyben a release, néha oda jönnek, belehallgatnak, nem Feltekint, tudom, belenéznek, akkor másik. Tanácsot tudsz kérni más zenész arcoktól, akár hogyha éppen zenét írsz például, vagy a kóderek, szintén kóderektől. Tehát... Igen, hogy kifagy valami, akkor így átüvöltesz, nézd már meg, és akkor így... És akkor ott három ember debugolja. Mennyi minimum, amennyi idő kell hozzá, hogy úgy átlagban, hogy összeálljon egy ilyen másfél óra. Tehát én ilyen, tehát a néhány órás minimum időtől kezdve tényleg ilyen emberévek. As the evolution of computer science started expanding the technical borders, a demand for artificial limitations became clear. This is how size-limited demos or intros came to be. The point of these is that the final executable file isn't allowed to exceed the given size limitation, for example 4 or 64 kilobytes. Egy osztálytársam behozott néhány ilyen fájlt egy flopin, hogy ezt figyeld, nem fogod elhinni, 64 kilobájtban mi jön ki belőle. Yeah, ez a, ott egy exe fájl, elindítod és lemegy egy 4 perces videóklip, de így konkrétan olyan, hogy a hajadat lerakott tőle, és zseniális. Zúzós technózanál. Igen. Látsz egy olyan 4 kilobájtos intrót, amivel megdöbbentő méretű, mennyiségű és minőségű vizuális dolgot látsz, és nem tudod hova rakni, hogy 4 kilobájt az mennyi, elkezdesz írni, WordPad-del valami kis szöveget, érted, és nem kell nagyon sok hozzá, hogy 4 kilobájthoz eljuss. Get your, let's say, CV in the Microsoft Word. Your CV is already 3 times bigger than this intro. To store one letter or one character, you need 1 byte of space. 4 kilobytes of space means 4096 characters. That's little more than a page of text. That's the maximum amount of data a 4 kilobyte intro can consist of. Running such a program, however, can allow the computer to generate 5 minutes of visuals and music in full HD resolution in real time, like this one. When you are limiting yourself to a very tight size, like 4 kilobytes or 64 kilobytes, you really need to use not so usual ways of drawing to the screen or getting sound out of the speakers. While 64 kilobyte intros can store 16 times the information of 4 kilobyte ones, they are still considerably smaller than content stored the traditional way. Normally, 64 kilobyte space allows one to store about 4 seconds of average quality MP3, or about half a second of video. Végignézel egy 5 perces videót, leesik az állat, hogy milyen jó volt, és a végén kiderült, hogy igazából ez így, mint olyan 10.000-szer ráfér egy DVD-re, egy CD-re. Hogyha kiírnád videóba mondjuk, akkor ráférne háromszor.
Some people think even 4 kilobytes of space is too much. This is why we can encounter productions and competitions for 256 or even 128 byte intros, where the limitation is merely this amount of characters. Nowadays, these usually consist of short animations without sound. 128 bytban egy kvázi háromdimenziós látványt láttunk. Így leesett az állam mindenkinek. Üvöltöttünk, tapsoltunk, vastas minden. Kitették a nagy kijelzőre, Total Commanderbe a hexakódot, egy ennyi. És megtapsoltuk a kódot, mert eldobtuk az agyunkat, hogy ennyiből miért létrehoztak. To feel the need for the limitation, you know, to feel more creative. Just as artists strive to conquer artificial limitations on modern computers, people who write demos for retro computers are driven to explore technical limitations in the most profound ways possible. Commodore 64, Plus 4, ZX Spectrum, Amiga. Computers long out of production, sometimes with technologies and barriers from 30 years ago, and yet they continue to be utilized to present more and more unbelievable things from time to time. Their popularity is best demonstrated by the fact that the C64 can still claim to have the most productions ever released, having over 18,000 compared to about 14,000 on the PC. Van az a kisebb számú ember, aki nagy-nagy szerelmes ezen a gépeknek, és akár nem is foglalkozik más gépekkel, hanem ő neki ez a demo szín felségterülete. Régen, amikor nagyon sokan voltunk, mert mint egy demo színe, akkor volt ez a nem túl komolyan vehető ellentét dolog. Tehát ez kicsit ilyen rájátszott is volt. Tehát ez a C64-esek, az PC-sek ellen, vagy leginkább az Amigások a PC-sek ellen, meg az ilyen kis, tudod, ez a depes módosok a kiúrosok ellen, meg stb. Reptile started as a musician, later worked as a coder, member of Astro Idea, with whom he has won a variety of competitions. Anno az Amiga volt a vezető számítógép, és ez nagyon megelőzte a korát. Egy rettenetesen elegánsan megcsinált gép volt, tehát nagyon ötletes volt az egész. És hát ez így igazából fájt az embernek, hogy rengeteg szempontból visszalépés volt az a PC. Az Amiga az nem tömegtermék volt, ez volt benne a vicc, hogy olyan volt, mint egy Harley Davidson, tudod, hogy annak ilyen patinája van az egésznek. És ott a PC, a tömegtermék, a kis mit tudom én, kis műanyag dzsunk, amiben darabokat kidobálsz, stb. Tehát nyilvánvalóan üzletileg az volt a sikeres modell. De pont emiatt az ilyen patina miatt alakult ki az a fajta elképesztően szigorú kultúra, ami körülötte van. Hogy így az ölnek azért, hogy az Amiga az nekik mit jelent. Amiga! Ajkarendek, a small ordinary village in Western Hungary. Streets are quiet, people are nice. Once a year, however, something changes. Every summer, the town is flooded with fans of 8-bit computers for 3 days, who are there to take part in Árok Party, an event that's been running for almost 15 years now. Az Árok Party a C64-es és minden 8-bites gépnek az igazi party a Magyarországon. A legeslegelején mi kifejezetten demo szín találkozót hoztunk össze, azt is akartuk, aztán rájöttünk, hogy van egy csomó ember, akit még érdekel, tehát így megjelentek olyanok, akik hardvert fejlesztenek, vagy akiket tényleg csak játékok érdekelnek, és akkor ők is jöttek.
Poison, graphics artist, member of Singular Crew, one of the main organizers of the 15-year-old Arok party. Az az egyik parti, ami abszolút egyébként a haverkodásról szól, amellett, hogy megvan ez a közös gyökere az embereknek. Nagyon sokan ilyen iszonyat régi arcok visszajárnak haverkodni, évente egyszer ugye találkozunk így nyáron. Volt olyan év, amikor ilyen közel 100 ember jött, ott is jöttek csehek, lengyelek, volt a svéd srác jött. Volt olyan szabály, hogy nem lehet bevinni olyan gépet, ami nem 8 bites. Ezt így nagyon szigorúan vették, és utána később már a szervezők is hozták a saját gépüket, ahol emulátor... Mert a telefont sem vitték. Igen, egy telefont gondva lenni, be kéne vinni, mivel mondjuk az én telefonom az papíron 1000-szer gyorsabb, mint a C64-es volt. Kitaláltuk azt, hogy nem csak ezek a szokásos grafika, zene, demo versenyek vannak, hanem van játékverseny is, sőt minden évben próbálunk kitalálni valami olyan programot, amivel újítunk, tehát amit egy másik találkozón nem kapsz meg. Tehát az idén például volt egy kalandjáték, amit a faluban kellett játszani. Tehát számítógéphez így igazándiból közösen volt. Kaptál egy térképet, menj ki a faluba, és akkor oldjál meg különböző feladatokat. Úgy van, váljátok azt. Ez plazma effekt az. Az ilyen, tényleg az a szub-szubkultúra partit. The hype around the Commodore 64 continues to live on in a variety of ways. The popularity of music made with the C64 is undiminished. Today there are a lot of people experimenting with performing C60 for music live, whether with an orchestra or even a cappella. And of course, there's been examples of popular producers getting inspired by C60 for music. C-Drip Alliance is a band who adapts C64 music to the arsenal of a rock band. Nyolcadikosok voltunk, amikor mindenki masszív játékos volt C64-en. Neked volt magnód, amivel fel lehetett venni a levegőből a tévéből a zenéket. És felvettünk a tévéből a zenéket, és akkor azt hallgattuk, ő meg ilyen kazettán. Gyakorlatilag a játékok zenéjét hallgattuk, igen. A játékok minden múlt zenéjét. Kotta nincsen. És akkor hát ki kell osztani, hogy abban a... 1-0-1-et, azt azért nehéz lenne. Igen, azt a lefordítani. De ugye három sávban, és a három sávot ki kell osztani a hangszerre. Ez kemény dolog. Legnehezebb talán az volt, hogy van egy csomó olyan nóta, amit egyáltalán nem élő zenére találtak ki. Nincs, ezért nincs egy adott hang, nem össze-vissza dobáloznak a hangokat, de végülis rendszer jár össze csak. Lehetetlen így végigmondani, hogy na, hogy ez egy durskála. Rearranging C64 music for actual instruments is a tricky task, possibly because on a computer, just creating a single note requires a radically different approach than on a physical instrument. You can just pluck a string or press a key. Van némi hasonlóság az ilyen mostani szintik és a régi hangszintézis között, tehát mindegyik mondjuk egy színuszjelből vagy egy háromszögjelből, akármikből állítja elő a hangot, nem pedig mintákból. Tehát, hogy fogsz egy trombitát, elé teszel egy mikrofont, és akkor már is bent van a gépbe. Tehát nem, hanem megvannak az alap hullámformáid, és azokat modulálgatod meg, változtatod.
azt a parancsot kell kvázi adnod számítógépes nyelven a gépnek, hogy te moduláld ezt a hangot így. Igen, csinálj egy színuszjelet, állíts be X frekvenciára, mondjuk 1 kHz-re, akkor kapcsold be a filtert rajta, az mondjuk legyen alulátteresztő, és akkor vágd el 2000 Hz-nél mondjuk. Vincenzo, musician, member of Conspiracy, Rebels and Fresh Mind Works, capable of producing music on any machine, regardless of the number of bits available. A C64 SID-nek elég limitált képességei vannak, de annak ellenére nagyon sok mindent meg lehet vele csinálni. Például összesen 3 darab sávot tudunk csak használni, tehát ez azt jelenti, hogy 3 hang szólalhat meg egyszerre. Itt a kreatívság az hatványozottan jó, hogyha van. Ez tulajdonképp maga a kottakép. 3-as sebességgel, az 1-es hangot használva, teljes hangerővel, az F1-es hangmagasságban lejátszik, tovább megy, majd gate, az azt jelenti, hogy elvágja a hangot, tehát hát kikapcsolja. Majd hangot váltunk, a 0-0-ás hang, G1-es hangmagasságban, majd pedig elhallgattatok. Maga a hanggenerálás, vagy pedig a hangparaméterek beállítása az egy másik screenen működik. Most a 0-0-ás sorszámnál kezdődik, és a 41-es szám, ez azt jelenti, hogy ez nekünk egy négyszögjel. Majd pedig megint négyszögjel, egy C modulációval, ami azt jelenti, hogy az alaphanghoz képest egy oktávval följebb kezdi, majd pedig a 41-00 az még egy négyszögjel, és nincsen hangmagasság változtatás. És ezt például honnan tudod? Tapasztalat. Akkoriban ezt igazából így egy könyvből nem fogtad tudni. Kísérletezés volt az egész. Van az a néhány alaphang, amivel tényleg így el lehet játszadozni, össze lehet őket kombinálni. Nem annyira bonyolult, hogyha az alapokat tényleg tudja az ember, akkor tud zenét csinálni. C64-en. Még a csávó egyébként végig a muzika, egy szóval csinálni hittek el. Én láttam, hogy hallottam olyan demóját, ahol egy lónyerítés van beprogramozva. Ahhoz hogyan csináltad például? Igen, az egy is tényleg út, egy hamátható és lónyerítés. Figyelj, 02, 06, 41. Jó, oké, mennyi? 68, 7B. A limitációk rákényszerítették azokat az arcokat, akik ezeken a számítógépeken írtak zenét, hogy a semmivel csináljanak valamit, és sehogy máshogy nem, csak érgalmatlan mértékűen zsenialitással. Live Act Commodore 64-jel? Megvalósítható egyáltalán? Vannak, akik csinálják. With the appearance of the Amiga and the PC, music tools evolved further. First, trackers appeared, bearing a slight resemblance to C64 software, but with the ability to playback digitized samples, eventually allowing people to write complex pieces of music. Today, demo music is written with the newest generation of music software, the same tools used for songs you hear on the radio. A 4 or 64 kilobyte intro, however, due to the restrictions in size, can rarely allow digitized sound. So one must revert to the original approach seen on the C64 and create sounds using basic waveforms. A demo mennyire követi a demo szín a zenei trendeket? Számít az, hogy éppen most mi a divat? Én mondtam, hogy dubstep mérgezésem van. Tehát akkor dubstepet nyomnak most a demósok is? Orvérzésig. Big beat orvérzésig, drum and bass orvérzésig, dubstep orvérzésig. Néha becsúszik egy-egy jó metal demo, általában finn. Tehát akkor nincsen. Nerdcore. Nincsen az, ami... zenei behatárol. Nincs, behatárol. Abszolút semmi. Ambient. Még elektronikus sem. Még drone ambient is van, rengeteg. Ami tényleg így 10 percen keresztül ez a fajta. Ugrik be olyan demo, aminek szamba zenéje volt, de nem jellemző azért. Ahhoz képest, hogy számítógépes zenék, ez egy spóó zené szerintem. Azért nem például, hogy rengeteg zenéletes van benne, és tényleg, hogyha ezek az emberek így írtak volna a slágereket, akkor ezek slágerek lettek volna szerintem. Olyan dallamvilággal, amik számokat nekeznek simán. Ma
mostly demo scene musicians are just demo scene musicians. I see. So they are separated from the musical screen. Not completely separated, but yeah, you'll find demo scene musicians doing cool drum and bass tracks that will only release them in the demo scene and nowhere else. Így egy ilyen demónak a zenét valamilyen módon, valami komerciális módon felfuttatni, ez valahogy távol áll az egésznek a filozófiájától, vagy tehát nem érdekel ez senkit igazából. Az a probléma így általában, hogy a zenék színvonala meg a népszerűség az valahogy nem mindig egy szinten mozog. Itt például, hogy nem tudom mennyire hallatszik a háttérben, tehát orda zseniális elektró zenék mennek, és mi az, ami világon megy? Come on, baby girl. Computers' graphical capabilities have evolved considerably over the past 30 years, simultaneously with their musical ones. Today, artists use tools to create a 3D model that makes the workflow similar to sculpting an actual statue. 20-25 years ago, in the age of C64, graphics artists found themselves facing limitations that made drawing pictures pixel by pixel the fastest way. Ez egy billentyűzetről vezérelhető program. És pont ebben rejlik a gyorsasága, hogyha az ember hozzászokik ahhoz, hogy milyen funkciókat hol ér el benne, akkor viszonylag gyorsan lehet vele rajzolni. És itt igazániból csak nagyítva látod a képet. Itt kívül teljes képernyős felbontásban csak megnézheted. The biggest challenge, however, is that why the C64 only has 16 colors. It can only display 2 or 4 colors on a single character. Drawing applications mark these character limits with a grid. Itt már látszik is, hogy nem férek el, tehát ezt a narancssárga szint itt nem bírom áthozni, mert ezen a karakterhelyen már használok ugye a fekete háttér mellett 3 szint. És ilyenkor jönnek ugye a trükközések, amikor azt mondom, hogy cserélgetek le különböző színeket, amiket még talán nem veszel észre. Tehát most, hogyha egy-egy pixel torzul színében, azt még a szemed nem biztos, hogy fel fogja fogni. Ez is egyébként a szépsége ennek a pixelezésnek, hogy vannak bizonyos limitációk, amiket be kell tartanod. Nem elég az, hogy te most itt pöttyönként tényleg összehozod azt a képet, amit szeretnél, hanem meg kell azt is oldanod, hogy a hardware limitációival is számoljál, azokat is betartsad. Hogyha utána nézel a mai C64-es grafikusoknak, tehát akik a mai nap kifejezetten alkotnak, a legtöbben már nem C64-en dolgoznak. Rengeteg olyan eszköz van, úgynevezett cross-platform tool, ami azt jelenti, hogy másik platformon fut, ahol több a lehetőséged, de kifejezetten arra készül, hogy utána majd C64-en tud azt megjeleníteni. Legújabb hobbi az pedig az, hogy nem rajzprogramokat hoznak létre, hanem úgynevezett konvertereket. Ez azt jelenti, hogy használhatsz bármilyen PC-s rajzprogramot, amit csak szeretnél, és a végeredményt átadod egy konverternek, ami megpróbálja kitalálni, hogy hogyan tudja ezt a legoptimálisabban megjeleníteni C64-en. Here the programmers compete in using undocumented, essentially faulty functionalities of the computer to create more versatile video modes, which can be used to produce pictures in higher resolutions or with more colors. The rules of these modes are so complex that keeping them all in mind while drawing is practically impossible, which is why tools are written to convert finished pictures to such formats. Olyanok a limitációk, hogy azt így emberi aggyal nem nagyon lehet felfogni. Tehát azt, hogy használhatok 3 karakterenként hátulról egy színt, ami nyújtott pixel, de fölötte használhatok karakterenként, raster soronként 3 másik szint, és akkor még afölé nem tudom én milyen, tehát ezeket nem fogod tudni agyilag feldolgozni. Az a durva, hogy
hogy a mai napig vannak újabb és újabb szoftveres felbontások C64-re, tehát olyan brutális dolgokat hoznak össze, hogy azt mondanád, hogy nem lehet. Tehát minden évben mondjuk, hogy nem lehet, ez már a határ, most már elértük a végét, nem lehet, és valaki mégis csinál valamit. Virágzik a chip retro, és úgy látszik, hogy még mindig tágíthatóak a... Feszegetik nagyon a határokat, igen, igen. The progress in computer science has obviously upgraded the visuals as well. Nowadays, the tools used for making pictures shown at demo parties are the same tools used for creating popular animated films or computer games. It's possible, however, to find subgenres unique to the demo scene, such as logos which are meant to display text in a spectacular manner, similar to graffiti. These logos sometimes appear next to the demo, in the informational text files as well, in which case they are recreated by only using the ASCII character set of the computer. In the 80s and 90s, it wasn't just the production process of such artworks that was more difficult than today. Without the internet, general communication and the distribution of such works was performed the analog way, through ordinary mail. Swappers, who eventually created their own networks across the globe, put demos, games and copies of other software onto floppies and exchanged them via postal mail. We, mail traders, have 100 contacts with other people and we just, you know, we were some kind of a peer-to-peer networks. I have stuff from these guys, I write a letter, pack all the stuff and send it to the other guys. It was important if you had something new, you had to get it out to these other people. Magyarországon is volt olyan srác, akinek ilyen 500 fölötti kontaktja volt, így, akivel papírlevéllel küldözgette a dolgokat. We have a full envelopes of floppies, 4 floppies, 8 floppies, all around Europe. So I had a, like, let's say 20 huge envelopes in my post box every day. Swappers were important people at that time in the groups because they would distribute your stuff. After every party, I released a pack which was all the intros from that party was included in the pack. Demos and applications weren't the only things to be distributed via mail. Teams of self-appointed editors started so-called disk magazines. These weren't just text files, but executable programs displaying their content. Volt egy lemez, egy PRG file, az volt egy lemezújság. Betöltődött, kiválasztottad, hogy milyen kategória, hírek, stb. Rovatok voltak benne ugyanúgy, és akkor azt tovább küldted a másiknak, a barátodnak, vagy ismerősödnek, vagy szomszédnak odaadtad, és akkor így terjedtek ezek a dolgok. If you go back through these early disc mags, you'd see terms like stamps back. And, you know, guys were trying to, you know, they didn't have that much money. But you had, you know, you had to keep up all these contacts that you had. If you had 100 contacts, you'd say stamps back, meaning send my stamps back to me so I can use them or try to use them again. In these days, even downloading wasn't the same. To be exact, the correct term would be downwhistling. 80-as évek közepén lehetett, amikor a Magyar Televízió foglalkozott ilyen kísérleti adásokkal, illetve a rádió is foglalkozott ilyen kísérleti adásokkal, hogy egyszerűen lefütyülték a programokat. Magyarul azt, amit a C64 amúgy egy rendes programnál, hogyha lementettél audio kazettára, ugye, úgyha ezt a kazettát berakod a magnóba és meghallgatod, az egy sípolás. Na, ezt a kódolt hangot, ezt lesugározták, és ezt te fölvehetted. Tehát, hogyha volt egy kazettás magnód, akkor mondták, hogy na most a Commodore-osok figyeljenek, vagy a spektrumosok, és akkor indítsák a felvételt, fölvették, és utána ezt a kazettát fogtad, be tudtad tölteni a C64-en vagy a spektrumon. Today, PC demos or intros are generally made in one of two ways. Either from scratch, programming the demo from the ground up, or by utilizing a demo tool created by the coder of the group. A demo készítés, legalábbis ahogy én csinálom, az úgy nézett ki régen, hogy például akartam egy 3D objektumot csinálni.
mit tudom én, akkor még a Digital Dynamite nevű csapatba toltuk, és fogtam egy D betűt, így lerajzoltam négyzethálós papírra, szépen, 3D, a 3D sémáját így lerajzoltam, és egy négyzethálókból kiszámoltam, hogy ez a pont lesz a bal felső pont, az a 0-0 koordináta. Akkor egy négyzetrács az egy egység, akkor a következő pont az a 2-0 koordináta. Aztán szépen így körbeírogattam, leírtam papírra a számokat, begépeltem a izébe, rendesen egy programba, és akkor nagy nehezen meg tudtam jeleníteni valahogy, mert benne volt a memóriában. És rengeteg ilyet csináltam, és nagyon meguntam a végén, és azt mondtam, hogy okay, írok egy programot, ami legenerálja nekem ehelyett a program kódot. Tehát, hogy én összekattingatom valahogy a D betűt, teszem azt, és a végén kiesik belőle az a forráskód. Hogyha mondjuk rendes világbeli példákkal nézzük, akkor a mi túljunk az egyben egy Photoshop, egy 3D stúdió és egy Premiere. Ez a három ez így egyben van, ha megcsinálod a textúrákat procedurálisan, akkor utána összerakod a 3D modellt, azt leanimálod, és a leanimált modelleket utána egy ilyen videóvágó részben összerakod, és aztán nyomsz egy space-t és lejátszódik a videó. És azért nem használjuk ezeket a komerciális dolgokat, mert mi 64K intrókkal dolgozunk. Mi nagyon pici dolgokat szeretnénk csinálni, és ez egy spéci eszközök kellenek, és mi ezeket fejlesztettük le. Ez gyakorlatilag, hogy megnézed, ez a timeline. Ez a kis fehér vonal az, hogy hol vagyunk éppen az intróban. Ez olyan, mint a Premiere, ugye? Szépen rendes, korrekt videó. És akkor itt ezek a különböző eventek. Ez mindenféle ilyen post-effekt, post-filtering, ilyen kontrasztot rárak, elmossa a képet, meg mit tudom én. Szóval ez látod, ez egy komplett 3D modell igazából. Ez itt lett összerakva. Nem azt mondjuk, hogy háromszögeket definiálunk, hanem azt mondtuk, hogy itt egy torusz, ilyen sugara van, ennyi pontból áll. Szóval ez mondjuk 3 paraméter, ahelyett, hogy mondjuk 12.000 pontot is szépen leírogatsz. És erről szól az egész 64 kilobájt dolog, hogy azt mondom, hogy van 3 paraméter, és nem azt mondom, hogy 12.000 pont. These incredibly small sizes are achieved by creating intros with binary program code and its parameters, instead of using large pre-generated 3D models, pictures, videos or music files. The computer then uses these parameters and algorithms to produce the visuals and sound. Ilyen képekből áll össze az egész. Szóval semmi komoly nincsen benne, de a végeredményben, a vizuál az mégis úgy össze van rakva. Itt ugye nem vízszimulációt láttunk, bár mégis úgy néz ki, mintha hullámozna a víz. Ezek nem valódi csillanások, bár úgy néz ki, mintha a nap csillanna meg. Tehát itt nem valódi dolgok vannak szimulálva, hanem teljesen más módon csak hasonlító dolgokat hozok létre. Itt vannak egymás alatt a különböző események. Például egy darab layeren csak a nap mögött elhaladó felhők látszanak, nem tudom mennyire látszik. Akkor a következő az csak az égbolt, tehát ez egy lap, amire egy ilyen színátmenet van rárakva. A következő az csak a víz, az látható, hogy a víz tulajdonképpen csak annyi, hogy egy ilyen textúra elszkroll az a képernyőn. A következő az, hogy a víznek a csillanásai, amik megint csak sima részecskék. És akkor az a trükkje az egésznek, hogy van egy ilyen effektünk, amivel a sorokat el lehet így tolni szépen, tehát vízszintes irányba a sorok el vannak tolva, és hogyha ez történik, akkor olyan hatása van, mintha a víz hullámozna, ugye megy ez a víztextúra, és rajta csillogna a víz. Tehát így lehet 64K intrókba például rendkívül kis méretben látványos dolgot létrehozni. Of course, not everyone wants to make a demo too. Some people have more fun starting from scratch every time they make a demo. 3x40 vonalat fogok rajzolni, és körülötte forog a kamera. Vannak a vonalacskák,
és akkor szépen adunk hozzá egyesével effekteket. Először is legyen az, hogy a vonalakat meghajlítjuk. Ez a sor felelős a csápok hajlításáért, működése a következő. Ki van számolva az egyes kis tengelyeknek a középpontja, a XYZ koordinátájuk, azt én elforgatom a távolságokkal az origótól, megszorozva egy színusz értékkel, ami az időtől változik mind a két tengely mentén, és visszarakom ugyanabba az XYZ számba is. Azt rakom ki képernyőre. Hogy akár azt mondom, hogy minél távolabb van a középponttól, annál hosszabb legyen a vonal. A V a vonalak hosszát jelzi, a középponttól való távolság, azaz a I abszolút értéke, osztva 10-zel. És ettől lesz az, hogy minél messzebb van, annál nagyobb. Mert ha a koordinátája nagyobb, akkor távolabb van a középponttól. És itt kicsit lejjebb hozzáadom a koordinátához. Először az X-hez, a V-t, aztán az Y-hoz, aztán az Z-hez. The complexity of program code can grow infinitely. Even among the most spectacular demos, you can find some where the demo is created entirely from scratch, without the use of a demo tool or other such software. With time, works that cannot be classified as music, graphics or demos have appeared. This gave birth to the wide category. Lehet egy tök igényes renderelt animáció, lehet egy valami rövid film, de lehet bármilyen borzalom. Murphy, coder, graphics artist, member of Exceed, the editor of Scene.hu and the genuine demo scene encyclopedia. Pár éve a Breakpointnak volt egy ilyen wild demo, ami gyakorlatilag egy gép volt, amit így betoltak a színpadra. Volt benne egy ilyen 3x3x88-as LED kocka, plusz még mindenféle ilyen villogó szar rajta, és akkor az így ment, és csinálta a dolgát. Hát meg Live Act is volt már wild compon, tehát igen. Hogy konkrétan nem vetítették, hanem kimentek a szereplők a színpadra. Valaki fogja és csinál egy hűtőszekrény mikrokontrollerből demót, mint ahogy... De azért erre szerintem nem mondhatjuk, hogy poén. Nem. Jó, hát ő halálkomolyan, amikor ő megcsinálja, ő ezt halálkomolyan csinálja. Igen, és amikor végignézed a demót, az is halálkomoly, mert 3 percig megy, folyamatosan jól kinéző effektek, meg jó zene. Akkor csak amikor az elején közli, hogy igen, ez a kontroller egyébként ugyanaz, amit a, mit tudom én, milyen hűtőszek, Zanussi Gorenje hűtőszekrényekben használnak, Akkor úgy mondja, na akkor lássuk. Valaki egyszer kitalálta, hogy csináljunk valami nagyon extrémre, és akkor így utána próbáltak rá licitálni. Gyakorlatilag nincs olyan platform a világon, és nem csak számítógépekről beszélünk, amin nem volt demószín aktivitás. Tehát a számológéptől a toronyházak ablakai. While they don't strictly tie into the scene, one could perhaps classify the animations which are displayed on the wall of the 18th story Schönhess Dormitory at the Budapest University of Technology every year during the Schönhesskupa, a wide demo. Originally, this merely meant using lamps placed in the dorm room windows, but from 2010 the display was upgraded to provide a higher resolution and colors for the event entitled Matrix. Magyarországon született meg a Lémer demo, mint kategória. Igazából máshol nem is honosodott meg. Nem tehetünk róla. De az onnan alakult ki nagyjából, hogy a wild demók egy jelentős része az ilyen viccesnek szánt produkció volt, és hogyha ennyi ilyen van, akkor csináljunk neki külön kategóriát. Neked van a legsebb hajad a világon. Megfoghatom. Jaj, nem bujkodottam, jaj, ne! Ez volt kb. A legnépszerűbb kategória néhány éven keresztül. Igen, mert én minimális tudása, nem kellett túl nagy technikai tudás, és akkor összeraktak valami ilyen minimál animációt, aláraktak valami nagyon vicces zenét vagy szöveget, és akkor volt egy-kettő egyébként, ami tényleg vicces volt. Tehát, hogy tudtak jó poénokat csinálni, de a legtöbb az annyira fárasztó volt. Ez a gyermek 38 évesen lőr a Windows elé.
40 évesen szívrohamot kap, 41 évesen pedig meghal. The demo scene is the most popular today in Germany and Northern Europe. These countries also host the largest annual parties as well. Breakpoint in Germany had 8 times until 2010, hosted more than 1,000 people from almost 30 countries around the world. Similarly, grandiose are Assembly in Finland or The Gathering in Norway, which both originated as demo parties but are now open for the masses of computer gamers as well. Smaller events occur all over the world, and the number of productions released so far have grown over 50,000. The roster is obviously huge, so becoming one of the best and the most recognized isn't an easy task. But from time to time, Hungarian groups have proven their place among the best, presenting artists whose reputation spreads across continents. Az Nvidia szervezett egy demo partit USA-ba, San Jose-ba, és a Gargoly volt, aki a rendezvényt konferálta. Tehát egy autentikus arcot akartak, és egy magyar srácot kivittek USA-ba angolul beszélni. Mindig van egy-két csapat, amelyik éppen aktuálisan nagyon kiemelkedő, hol egy, mit tudom én, angol csapat, hol valami norvégok, hol németek, hol finnek, tehát és van ilyen, hogy a magyarok között is vannak ilyen csapatok, amik egy-egy produkcióval így bekerülnek a élbolyba. Conspiracy is one of these groups, formed in 2002 by members of the three most active groups at the time. Úgy léptünk be a demo színre ezzel a csapattal, hogy az akkori 64K királyokat, akik tényleg így mindenkit mindig tutira agyonvertek, azt mondták, hogy ha van farbraus demo, vagy farbraus intro a kompóban, a competitionben, akkor be se add nagyjából, mert esélytelen. És a legelső release-ünkkel elmostuk őket a picsába. Conspiracy shows up at Breakpoint and has a four-parter. You know, four complete demo parts in one 64K intro, which was astounding. Direkt úgy csináltuk, az egészet teljes titokba csináltuk, nem tudta senki, hogy viszünk release-t a partira, azt se tudták, hogy létezünk. Ilyen blockbuster effektet akartunk, hogy most itt vagyunk, megjöttünk, tessék! És bejött. Ülünk ott a versenyen, és akkor szépen itt mennek az intrók, és akkor jön a harmadik utolsó előtt. Én nem lehetett tudni, hogy hány intro van ugyanis a kompon, sosem mondják el. Csak hogy tudod, hogy hú, még egy, tök jó, van még egy. És volt egy pár jó intro, és akkor lement a farbraus intrója, ami egy ilyen nagyon-nagyon durvá jó intro. Ez abban az intróban volt először egy animált ember. Ráadásul egy mesztelen csaj, úgyhogy képzelheted. De vége lett az intrójuknak, mindenki azt hitte, hogy vége a versenynek, és akkor beadtak még egy entryt. A miénket utoljára. És így mögöttem megszólalt a Tomcat, hát ezt már le se adják, mert hát a farbraus az annyira jó volt. És hát a Project Genesis volt az intro, amit leadtunk akkor. Az egy 10 perces intro, és nagyon-nagyon változatos, és gyakorlatilag mindenkinek van benne valami, amit tud szeretni. A legelejére raktunk egy logót, hogy Conspiracy, senki nem tudta, hogy ki a franc ez, mit akarnak. Legvégére, meg úgy csináltuk meg, de direkt a legvégére hagytuk azt, hogy kik csinálták. És azt csináltunk, hogy ilyen valós idejű ruhaszimulációval egy magyar zászlót így lengettünk, és előtte meg így fel megjelentek a neveink. És amikor megjelent az én nevem, tudom, konkrétan mögöttem ült, hogy akkorát beleütött a vállam, hogy anyátokat, ezt nem mondjátok el. Gargoly abban a pillanatban fölpattant, magyar zászlót az első sorban elkezdte rengetni, ez nagyon jó volt. The
Their initial success was followed by even more. Their 64K intro, Chaos Theory, is possibly the best-known Hungarian intro in the world. Its popularity and reverence is best shown by the fact that the French demo group Frequency created a 4K remix for Maine 2010. 2 weeks ago, we were searching for an idea to do a quick compo for the 4K. And with that, we were watching demos like usual, late at night with friends, and hey, why not take a 64K and try to make it into 4K? And when we said this, the first 64K that came into our mind was Chaos Theory. It's really famous in the intro, scene, because it's quite the first demo to have such an entertaining music and such complex visual in a so tight size. Of course, Conspiracy isn't the only Hungarian group we can be proud of. Exceed in 2000 made demo history when they won both of the biggest demo parties in 1 year. Their 64K intro, Heaven 7, is still considered to be among one of the best to this day, and their demo spot won Assembly in Finland. The list of Hungarian group successes could go on. On the C64, the demo Soy Legacy by Resource used to be considered as one of the 10 best demos on the platform for years. Az érdekes dolog az, hogy szerintem ez az ilyen magyar szellem ugyanúgy megvan a demo színben is, hogy megnézel, mit tudom én, ilyen barcelonai vagy a Sydney Olimpia között volt az időszak, amikor így az egész ország tombolt az Egerszegi Krisztináért, a Kovács Ágért, a Darnyi Tamásért, a Nagy Timáért. Ez ugyanúgy szerintem megvan a szcenéért is, hogy tudjuk, hogy mi kicsit így a hátrányban vagyunk a történelem miatt, egy picit így mi vagyunk az Untenmann egy picit mindig a történelemben, és pont emiatt van az a magyar szellem, hogy így már pedig jön az a kis magyar csapat, aki fog és szájba pakolja a komplett mezőnyt. És mi volt a 91-92-es periódusban? Annyiból volt különleges ez, hogy egyrészt ez a kelet-európai blokk, és akkoriban, akik így aktívak voltak, akkor tényleg ott még nyelvi problémák elég jellemzőek voltak. Excuse me, mi a véleményed arról, hogy 3 órával korábban indul a magyar busz? What? Viszont baromi sokan voltak, tehát volt Magyarországon több ezer fő fölötti parti, demo parti. Tehát, hogy akkoriban maga a magyar szín az baromi nagy volt, és igazából tök jól el volt a magyar szín így magába is. Aha, mert tehát nem volt szükség. Volt olyan év, amikor talán 7. 6-8 parti. Tehát igen, tehát sok, volt 2 olyan év, amikor ilyen annyi parti volt, mint 4 országban együtt máshol. És egyszerűen annyira zajlott az esemény, hogy így teljesen mindenki jól el volt. Így a magyarok mennyire sikeresek, van a Powert, az a legnagyobb ilyen demo szín oldal, ahol szinte minden produkció fönt van, ami így elérhető, és ott van egy ilyen top lista a legnépszerűbb demók. Most nem tudom, hogy hány magyar van, de volt olyan, amikor a top 10-ből 3 magyar volt. És mi az igazi elismerés? Megnyersz egy partit, főleg, hogyha olyanok előtt nyered meg, hogy ők is ugye tették magukat. Szerintem ezt emberre válogatja. Nekem nagyon-nagyon kedves elismerésem az, amikor a partin odajön valaki, hogy jaj, te csináltad a... Fú! Tudod, hogy eljutott így egészen az ilyen ér legaljáig, amikor valaki hallott valamit, és így fú, mekkora volt, és egyszer csak rácsodálkozik, hogy fú, azt te csináltad, hát az nekem rajta van az NPR-on lejátszomom, meg annyiszor láttam, meg igen, tök tetszett. Igen, ez a legjobb, amikor nem is tudják, nekem ez hogy tetszik te voltál, a voltál, és akkor derül ki. Szerintem ez a legnagyobb elismerés egyébként. One of the idiosyncratic motives of mutual reverence in demos are the greetings, where the creators of the demo pay respect to the groups they greatly admire. Being greeted in a demo made by one of the popular groups is considered a badge of honor, as it expresses that they consider your work to be one of the best. És vannak ilyenek, hogy kvázi celebek, legendák ebben a körben Magyarországon? Azok szemében legenda mindig valaki, aki még fiatal. Tehát mit tudom én, a Gargaék most a legmenőbb magyar csapat,
ők most legendák biztos azoknak a szeméből, akik így most ismerkednek az egésszel. Voltatok ti is legendák. Igen, tehát én a Murphy-ről olvastam cikkeket, meg ilyenek. Mindig az előző így, generáció. Hihetetlen bizarr, amikor egyszer csak így találkozol valakivel, akiről annyit olvastál. Occasionally a demo becomes popular outside the scene as well. Ott ülök, seglészegen Szegeden, és fölöttem két ember arról beszél, hogy 60 inkánytól kizé, és tudod, a konspiráció, és fölnézem. Miről beszéltek? Ismeritek a konspirációt? Persze, persze, kurva jó. Csábó, Ojszi vagyok is. Csábónak ekkora volt a szeme. Mi a keresett itt? Mondom, jöttem koncertre. Volt olyan, hogy valahol az ELTE mellett ott az EP környékén ittunk, és megjelent valami három csaj. Így valami ismerős hozott három csajt, és akkor így egyik haver mondta, hogy mutassuk meg nekik a videón, ott volt a telefonom az egyik intrónk, a Chaos Theory, és megmutattam a csajnak, és az így, hát mi erről tanultunk? The demo scene is dead. Ez a kifejezés, hogy a demo scene halott, ez az utóbbi 30 évben mindig elhangzik. Én 98-ban kapcsolódtam az egészbe. 98-ban sokan már temetni akarták, nem azt, hogy temetni akarták, de más volt az egész. 15 évvel ezelőtt még több fél tucat, volt olyan fél tucat parti is, rendezvény is volt egyébben, és ez nagyon megcsappant. Amikor 96-ban csináltuk a színesztet, akkor azon 1200 fizető vendég volt. Tehát az úgy, az egy nagy buli volt. Felnőtt az a generáció, aki annak idején főiskolás volt, meg talán még középiskolás, aztán egyetemista, aztán húha, család lett, meg munka lett, meg minden lett, és a lelkesedés még van, de idő már nincs. Ami ilyen tényleg, hogy nekiülünk, és akkor most csinálunk egy tök jó demót, azt tudta erre 99-ben csak. Én most már se csapat, se demó? Hát nem nagyon. Mindig vannak tervek, de aztán sose lesz bele sajnos semmi. Mi? Mert öreg vagyok. És akkor már nem lehet demót írni? De lehet, csak... Csak ciki? Öreg vagyok és lusta vagyok. Nem, hát nem nagyon van rá időm, tehát mondjuk, vagy nem is az, hogy idő kell. Tehát, hogy hazamegyek, és akkor tudom, én dolgozol a munkahelyeden 10 órát, mert röhög, 10 órát a munkahelyeden, és akkor hazamész, és akkor csináld ugyanazt otthon, az már annyira néha nem annyira megy. Az utánpótlás ugyan nyomokban utolérhető, de korán sem olyan számban és mértékben, mint ahogy ezt az aranyérában láttuk. To create a demo, there's a lot of work involved with it. And not necessarily the same instant feedback and gratification that you can get from, say, making a YouTube video in 5 minutes and then you get like 50,000 hits from people telling you that either it's brilliant or that you suck. You don't get that in the demo scene. You might get like 12 people saying how brilliant it is and 300 people telling you that it sucks. So the payoff isn't necessarily there for kids to say, I want to spend that amount of time. Régen az Orange-esek voltak, hogyha valaki így nagyon, nagyon oda tette magát, akkor egy év alatt, és nagyon ötletes volt, egy év alatt el tudott oda jutni, hogy tényleg ilyen világszintű dolgot produkál. Most, hogyha valaki így nullából kezdi, ez egy 4 év. A viral video on the internet lasts what? Less than 15 minutes of fame. But a demo, we remember demos from last year, the year before, 10 years ago, 15 years ago. Régebben tényleg az volt, hogy ha valaki már ki tudott rakni egy forgó kockát a képernyőre, akkor ő volt a Mühlmeier, de most már annyira más a standard, gondolj bele, megnézel egy avatart moziba, meg ilyenek, most már gyakorlatilag azt a fajta szintet kell hozni. Pont emiatt kell nekik néha segíteni, hogy majdhogy nem már mentálisan kell fölkészíteni arra őket, hogy az első demójukat egyáltalán megmerjék csinálni. Hát ez a probléma, hogy nem mernek, pedig ez hülye hozzáállás szerintem, mert ha nem tud olyat, de akkor még megpróbálta.
Hát ez hozzáállás kérdése. Az a lényeg, hogy sikeres akarsz lenni a demo színen, vagy jelen akarsz lenni. Ha sikeres akarsz lenni, túl kell írni, és évekig kell foglalkozni vele, grafikust kell szerezni, dizájnert kell szerezni, ha abszolút sikertre vágysz. Ha pedig szórakozni, akkor le kell jönni, és demót kell írni. Gondolj bele, a scene az egy ilyen viszonylag komoly technikai alapokon nyugvó, művészeti, számítógépes, underground, ingyenes valami. Csodálkozol, hogy nem népszerű? Szerintem ez tök természetes. Tehát manapság van internet, van ilyen konzol, olyan konzol, más foglalja le a fiatalokat. Tehát egy... Mi annak idején ott nem volt net, és akkor elhekkelgettünk a saját kis gépünkön, amit megvettünk, és megvettünk, amit a szüleink megvettek. És úgy érdekes volt, hogy bütyköltük, meg ezt ki lehet hozni, azt ki lehet hozni, stb. Volt néhány számítógép egy bizonyos városban, és akkor néhány ember csinált rajta kreatív dolgokat. És egy valami szinten privilégium volt. És hát mindenki használja ezeket, ezért manapság ez annyira nem terjedhet el. Most már minden, hát a gyerek leül a gép elé, érted, internet, az egész világ ott van előtte, azt csinál, amit akar, játszik, böngészik, máshogy működik a világ. Abban érdemes belegondolni, hogy 95-ben mondjuk, ami számítógépen történt, és így leglátványosabb volt, azok a demók voltak. Tehát akkoriban a játékok még kérdések voltak, tehát így lépés hátrányban voltak. Túlmutattak még azokon a játékokon is, amiket annak idején készítettek hivatalos stúdiók, annál jobbat tudtak csinálni, szebbeket, minőségibbet. Manapság meg annyit kell csinálni, hogy felmész YouTube-ra, és megnézed a top 10 grafikai stúdiónak a sorriét, és akkor így megkapod az arcodba azt, ami a csúcs. Hát annak idején nem voltak ilyenek, hogy Toy Story, meg ilyenek. Most meg elmegy az ember a moziba, és utána persze, hogy már rácsodálkozok egy 4K-s demo, hogy most ebben mi a jó. Egy olyan technológiával egy olyan csapat csinál mondjuk egy átvezető animációt, amiben tényleg ilyen sok-sok száz ember hónapnyi munka van. Tehát azzal hobbifejlesztésként 5-6 ember nem tud versenyezni látványba. Tehát itt inkább az újszerűségen van jelenleg a hangsúly. Az öregek mindig erre panaszkodnak, hogy jaj, már nincsenek fiatalok, de azért csak jön egy-egy új csapat, csak jönnek új emberek, bele rázódnak ebbe az egészbe, aztán fejlődnek ők is. Én azt mondom, hogy nagyon nagy szerencse van, hogy egyáltalán így megkaptam ugye a demoszit. Tehát... Szerintem az nekem egy nagy szerencse, és valahogy nagyon jól összejött. És hogy találtál rá? Kerestem a programozási anyag után, és akaratlanul akarva belé találtam ebbe a demoszínbe, és megláttam mi az is. Hű, ez nagyon klassz. Max User 6000 traveled all the way from Transylvania to Budapest to present his first demo ever at Function 2010. Amikor ment a demo, a szívem valahogy nagyon felgyorsult. Olyan, mint hogyha egy zenekar kiáll, vagy egy olyan, mint hogyha a zenekar kiáll, pontosan. Mi a célod, amikor így elkészítesz egy demót? Nyilván azért itt valamennyire verseny van. Díjat szeretnél lenni? Első szeretnél lenni? Én csak a demóra gondoltam, hogy valamennyire olyan demót csináljak, amivel nem terrorizálom a népet, és valamennyire élvezik is az emberek. Tehát én csak erre pályáztam, és azt hiszem túl jól elsült. Better than intended, in this case, means the demo finished first in the demo competition after the audience vote. And while there isn't much to be gained apart from recognition and some modest prizes from the sponsors, there's a chance that experience gained in the scene will provide him with a good job offer. A demo színnek a legnagyobb felvevő piaca az a játékipar, meg a különböző ilyen animációgyártó cégekhez keverednek el emberek. Én konkrétan úgy kerültem például a játékfejlesztésbe, hogy anno a egyik régebbi magyar játékfejlesztőcégnek az ügyvezetője, tulajdonosa, ő időnként lejött partikra, pont így toborozni. Számomra ez, nem akarok hazudni, egy ilyen 7-8 éven keresztül egy hobbi volt. 7-8 éven keresztül én zenéltem, és ontottam ki a zenéket. Elértem azt, hogy néhány éven belül én zenélésből meg tudtam élni évekig. Mindössze azért, mert én évekig ezt hobbi szinten csináltam, onnan, hogy a demo szín valamilyen szinten ugródeszka volt számomra. Nagyon jó tanuló terep, tehát hogyha valaki itt megtanulja a dolgokat, mert itt
direktbe visszajelzést kapsz. Tehát lemegy a demo, fújol a közönség, meg azonnal megmondják, hogy hát ez kész, vagy azt is azonnal megmondják, hogy marha jó volt. És ebből nagyon sokat lehet tanulni. Tehát ebből a, hogy mondjam, teljesen pofátlan és sértő módon visszaérkező direkt visszajelzésből nagyon megtanulja az ember, hogy mi az, ami működik, meg mi az, ami nem. Azok az emberek, akik mondjuk így a 90-es évek elején, közepén ezzel kezdtek foglalkozni, azok mára már szerintem mindegyik valamilyen szoftverfejlesztő cégnél, tehát játékprogramfejlesztő cégnél, vagy valamilyen vizuális utómunkával, vagy effekt gyártással foglalkozó cégnél dolgozik. These people really know their stuff, you know, and they work like on in a in really big companies like Pixar or Apple, Microsoft. These people not only work for some of the biggest companies, many European game development studios were founded by demo sceners. Demo groups were responsible for the birth of DICE, creator of the Battlefield series, or Remedy, authors of games like Max Payne and Alan Wake. Several demo musicians have also worked on successful game soundtracks as well, such as Assassin's Creed or the Unreal series. We've also seen multinational corporations such as Nvidia, Intel or Microsoft organize their own demo parties or demo competitions, providing their own tools for the creators to produce with. Artists in the scene aren't motivated by publicity or word by success. As professional they are, their works are only intended for those few hundred people who understand and appreciate them. Their works may be world class, yet they don't seem to mind that the world itself has probably never heard of them. A demo scene az amatőr liga. Tehát, hogy itt az emberek ezt nem veszik olyannyira véresen komolyan. Tehát lehet, hogy a kóder meg a grafikus világszínvonú dolgot rak bele abba a demóba, de ez mégiscsak egy hobbi. Meg akár a zenész is ír egy baromi jó zenét, ami sláger lenne, de ez akkor is egy hobbi, ez arról szól, hogy az a produkció ott menjen, és ez egy nagyon szűk körnek készül. Én nem is olyan dologgal akarok foglalkozni, ami mindenkit érdekel, hanem pont ez benne a jó, hogy pár embernek ez nagyon jó, őnekik ez a hobbi. Ennyi. Whether we recognize the values of our era and our past depends on us. What we learn from our cultural environment also depends on us. There's always a new and exciting scene to discover. Whether we color the future or let it fade to gray, ultimately depends on us. Thank you.